Rendben, elérkeztünk a finiséhez ennek az egész levélnek, és akkor végre ezzel le fog zárulni. Úgy folytatja ő, hogy valahogy nem áll össze a kép, amiről beszélsz. Nyilván. A kereszténység ma egy pogány vallás, ez tény. Ez időszámításunk után 306-ban fordult át, amikor a római állam vallása vált, vallásává vált, és népszerű lett. Mesiás követőinek egyházából egy tisztátalan pogány vallás lett. Ez a kereszténység, de Jézus úgymond erről nem tehet. Jézus és a kereszténység nem ugyanaz, sőt két különböző dolog. Szóval a végén úgy elkapta a fonalat, és megértette, hogy mi az, amiről mi mindvégig beszéltünk. A kereszténység egy pogány vallás, és ez valóban, hogyha az úgy volt, ahogy mondják, hogy 300 körül római vallássá vált, akkor valóban ez volt az utolsó szeg a koporsóban, hisz bizonyos változtatásokat létre kellett, vagy eszközölni kellett annak érdekében, hogy ez lehessen a vallása az egész római birodalomnak. És ez a néhány kompromisszum, ez épp elég volt ahhoz, hogy ez már ne legyen az, amit Jehusa HaMasiach hirdetett. Ezért is mondja ő is azt helyesen, hogy Masiach követőinek egyházába, hogy ez gyülekezete, egy tisztátalan pogány vallás lett. Ugyanis bizonyos dolgokat, bizonyos szabályok csak túlságosan kötötték a... Hát nyilván, hisz ez egy technikailag egy ilyen zsidó messiás követő útvonal volt a kezdetekben. Mint ahogy én azt próbálom elmagyarázni az emberek. Hogy ez egy messiás hívő, Tóra követő gyülekezet. Ez így volt akkor is. Viszont túlságosan közel állt ez a zsidósághoz, ami egyáltalán nem volt népszerű abban az időben, meg soha. Zsidóság úgy értem, hogy nem az ez a mai, amiről szó van, hanem akik a Tórát követték és hittek Jehusa HaMasiachban. Szóval a változtatásnak olyannak kellett lenni, ami egyértelműen megkülönbözteti az a római állam vallását ezektől az emberektől. Mi az a néhány dolog, ami ezt lehetővé teszi? Szóval ezek a dolgok voltak a sabát volt elsősorban, meg a körülmetélés. Ez mindig is kulcsfontosságú volt. A sabát az, most hogyha eltekintünk attól, hogy ez egy római kitalálták, de hogy az ellenség miért is akarta a sabát, az egy örök szövetség, a kezdetekről fogva az emberiséggel. Az első héttől kezdve az egy külön nap neki. Van egy nap neki elkülönítve ez a sabát. Azt mindenképpen meg kellett szüntetni. A másik pedig a körülmetélés volt, hiszen az az első, ami megkülönbözteti a hébereket az összes többi néptől. Nem feltétlen maga a rituálé, hanem az, hogy ezt amiért csinálják. Mert ugye a rituálé az nem volt ismeretlen, de az oka az igen. Szóval ezt a kettőt mindenképp el kellett tüntetni, és akkor ezzel együtt járt az ünnepek is. És akkor így lett a legenda szerint a hét első napja, az Úr napja, meg a vallásnak a fő, ami körül forgott az egész hét, akkor tiltott volt a munka, és akkor ezzel a lendülettel pedig mindenki, aki a sabátot követte a hét utolsó napját, az pedig az igény társadalmon kívüli életre szorult. És el akarták választani ezt a fajta vallást, amit ők létrehoztak, ettől az ő általuk megvetett útnak, ami mindenféle megszorításokkal járt. Szóval ebben igaza van, így alakult ki az is, amit ő gondol. Hisz amit ő gondol, az nem különbözik ettől. Igen, és ő mindvégig ezért harcolt, amit ők elértek már 1700 éve. Szóval ő csak nyugodtan csatlakozhatna hozzájuk, hisz ő mindvégig azt mondta, hogy ne legyen törvény, stb. Ezt akarták ők is. Erről szólt az egész makabausok elemzés eddig, hogy nem azt mondta neki, hogy nem kérdezett volna bármit, nem, hogy csinálj akármit, de nem, az, nem akármit kért, csak azt, hogy edd meg azt, ami tisztátalan. Szóval mindig is ezt akarták
ennek az útnak az ellenségei, hogy tisztában voltak azzal, hogy ez a Tóra, ez az instrukció, az alapja ennek az útnak. Valahogy erről kell letéríteni az embereket, aztán a többi már megvalódva, mint ahogy az előző videóban láttuk azzal a karakterrel, hogy ő is elindult egy jó úton, de a végén csak letért azért, mert a szíve elhúztam. Nem tudom, kitől hallottad azt tanítani, hogy ő eltörölte a törvényt, mindenkitől. De tényleg. Akárhol most beírom, hogy keresztény gyülekezet, és az elsőben arról lesz szó. Teljesen mindegy, hogy melyik az, vagy hogy mindegyik erre épül. Az egésznek ez a szegelet köve, hogy már a törvényt még nem kell megtartani. Én sehol sem hallottam ezt. Mindenhol. Arról szól az egész, hogy már mi kegyelem alatt vagyunk, nem pedig a törvény alatt. És hogy ő eltörölte, hogy ő nem törölte, hanem betöltötte. De itt van. Ja, igen. Mindenhol úgy tanítják, hogy nem eltörölte, hanem betöltötte teljes mértékben. Így jön képbe a kegyelem, ami számunkra egy csodálatos dolog, mert nem kell már emberileg erőlködjünk, hanem elég Jézust elfogadni, a szívünkbe zárni, követni, így mi is betöltöttük a törvényt. Ettől csak nem is lehet bizarrabb dolog. Szóval a végére összehúzta ő nekünk ezt az egészet, leírta mindazt, ami ostobaság a kereszténységben. Úgy, mint hogy amire semmiféle, nem csak hogy semmi logika nem mutat ebből, tehát még csak értelme sincs annak, amit mondott. De az írásokban semmi nem utal arra, hogy ez egyáltalán így. De nem is utalhat, hisz ez, amiről beszél, ez mert így csak körbeér, mert egyszer azt mondja, hogy nem törölt el, de betöltötte, utána azt mondja, hogy kegyelem alatt élünk, és már nem kell erőlködnünk, és Jézus kell a szívünkbe zárni, és követni, így mi is betöltöttük. És ezért visszaérünk oda, hogy nekünk nem kell csinálni ezt. De nem mert nem kell csinálni, hanem azért, mert ő elvezet rá, és csinálni fogjuk. Szóval ezt nem lehet legyőzni, ezt a logikát. Úgyhogy, de ez tanulságos mindenkinek, aki látja, hogy vannak emberek, akik úgy gondolják, hogy a kereszténység ma egy pogány vallás, aztán elmondják ugyanazt, amit a kereszténység hirdet, és közben próbálnak különbséget tenni maguk és ő közöttük. Mint hogyha ez lehetséges lenne. Ha benned van az agapé szeretet, minden törvényt betöltesz, mert akkor Isten lakozik benned, és Jézus jelleme látható rajtad. Ami azt jelenti ezek szerint, hogy csinálom. Hisz hogy már, hát erről annyi szó volt, hogy ez fárasztó erről beszélni, hogy ha betöltöm a törvényt, akkor az jelent, az kell, hogy jelentse, hogy én azt csinálom, nem? Mindegy, hogy most így vagy úgy, de azt nem tudjuk megkerülni, hogy ezt nekünk csinálnunk kell. És még az összes keresztény, akivel eddig beszéltem én, meg itt mindenki, ugyanezt mondta. Szó szerint. És ennek ellenére ő azt hiszi, hogy ő nem az. És a probléma az, hogy én nem az vagyok, aminek mondom magam, vagy hívom magam, hanem amit csinálok. És ez is csak demonstrálja, hogy ez úgy van, ahogyan az írásokban van. Mindegy, hogy én mit mondok magamról. Én az vagyok, amit csinálok. Az, hogy mi úgy élünk, ahogy élünk, és úgy nézünk ki, ez mindenki azt mondja, hogy te zsidó vagy? Azért, mert ők azonosítják a Tóra követését fejben a zsidókkal. Szóval, amikor azt mondja valaki, hogy te zsidó vagy, az egy nagyszerű dolog, mert az azt jelenti, hogy legalább látszik valami az emberen, hogy úgy néz ki, mintha azt csinálna, amit kellene. Persze ebben is van egy svéd csavar, mert ugye ők se azt csinálják, szóval még ez is tévedés, de legalább értető, rá senki nem mondja azt, hogy te valami vagy, mert nem látszik. El kell mondania, hogy én mindezek a dolgok vagyok. De hogyha megszólal, és elmondja, akkor azonnal mindenki azt fogja mondani, hogy aha, te keresztény vagy. És aztán utána azt kell mondani, hogy nem, én nem vagyok az, de azt mondtad el, amit az összes keresztény. Nem, én nem vagyok. Úgyhogy ez a nagy probléma ezzel. Erről ír Saul, amit ő próbál megfogalmazni, az pedig az, hogy már nem én csinálom, hanem a ruhák rajtam keresztül, meg a másiák él bennem, és akkor az, ami cselekszi ezt. Szóval ez így van, de mégis, ha ő nem csinálja azt, akkor
ő nem tudja betölteni a törvényt. Ezért hát, hogyha az ellen beszél, akkor csak tudjuk, hogy az a ruach nem lehet benne, az kész. Mivel az azt mondaná, hogy gyerünk, csináljuk ezt. És mindenkinek nagyon egyszerű dolga van, amikor azon morfondírozik, hogy ki az, aki az igazságot mondja, és ki az, aki hazudik. Mert mindenki, aki az igazságot mondja, az ezt fogja mondani, hogy ami le van írva ebbe a könyvben, nekünk úgy kell élni, úgy kell járni, hogy ő járt. Ha ő ezt csinált, akkor nekünk azt kell csinálni, ha ő azt csinált, akkor nekünk azt kell csinálni. És ezzel egyszerű is, el is dőlt. Ezért tudjuk, hogyha szétnézünk a világban, akármit nézünk, filmet, videót, akármit olvasunk vagy hallunk, az csak hazugság, az kész. Egy verziója a hazugságnak, biztos van benne valamennyi igazság. De ha nem azt mondja, hogy nézd, azt kell csinálni, mi le van írva, és el kell fogadni másik üzenetét, akkor kész, akkor az nem mond igazat az az ember. Szóval ő nem mondhat igazat. És olyan nincs olyan ember, akit a Kodes Ruach vezet, és közben ilyeneket ír. Ez csak lehetetlen. Hogy van-e visszaút innen, egyáltalán nem úgy néz ki. De ki tudja. Tehát, ha benned van a szeretet, minden törvényt betöltesz, mert akkor Elohim lakozik benned, és ő is a jelleme látható rajtad. Tehát, az a jellem, ami írja, hogy elment a templom szentelés ünnepére, meg az a jellem, ami, hogy a sabáton ott olvasott, meg kinyitott a Jézsaiást, meg az a jellem, ami mondta, hogy a sátoros ünnep utolsó nagy napján kiállt, azt magyarázott, meg a Pészakon ott volt, meg ezeket. Az, mert hogyha az, akkor hogy lehet, hogy ő... Érthető? Az emberi törvénykezés által való megigazulás a zsidóknak szólt, a pogányoknak nem volt lehetősége Elohimhez jönni. Ez csak nem is lehetne ennél tévesebb, ez az elgondolás, amiről beszél. Pogányoknak mindig is volt lehetőségük Jahuához menni, olyannyira, hogy most ez csak egyszerűen egy túl alacsonyan csüngő gyümölcs ahhoz, hogy ne szakítsuk le, mert és Salomó, amikor a templomot megépítette, az első ima, amit mond, azt mondja, hogy sőt, még az idegen is, aki nem a te néped, Izrael közül való, ha eljön messze földről a te nagy nevedért, hallgass meg a mennyekből, a te lakhelyedből, és add meg az idegennek mindazt, amiért könyörög, hogy mind az egész földön való népek megismerjék a te nagy nevedet, és féljenek úgy téged, amiképpen a te néped Izrael, és ismerjék meg, hogy a te nevedről neveztetik ez a ház, amelyet én építettem. Ez az egyik. A másik meg az, amire biztos mindenki emlékszik, hisz ma olvastuk, mikor azt mondja, ha jól gondolom, hogy hogyha pedig jövevény tartózkodik köztetek, ez a jövevény, ez gér, idegen származású, aki nem Izraelből való, akkor a páskát páskát készíti Jahovának, páskák rendtartása szerint és annak szertartása szerint is. Egy rendtartástok legyen nektek, mind a jövevényeknek, mind a föld lakosának. És ez már kettő hely. Akkor minek csináltatta volna ezekkel az emberekkel ezeket a rendtartásokat, hogyha a pogányoknak nem volt lehetőség Elohimhez jönni. És van egy még brutálisabb dolog ez. Gondolkozzon el csak mindenki azon, hogy Jahusa eljött 2000 évvel ezelőtt, előtte volt majd 4000 év történelem. Szóval mi az, hogy a zsidóknak szólt? Mi van Ádámmal, meg Énokkal, meg Ábrahámmal, meg mindenkivel, aki Izrael előtt élt? Azokkal mi lesz? Mert azok egy se volt zsidó. És mi van azzal a milliónyi emberrel, aki közben élt, míg Izrael létezett? Akkor azok csak automatikusan mentek elfele a semmibe. Mikor olvastuk, hogy olyan nagyszerű a történet, mikor az a ki lesz poklos Námán, meg az a másik karakter, vagy Námán, meg Geházi, hogy az egész történetnek az volt a lényege, hogy megmutassa, hogy ő hív bárkit magához, és ő ilyen útokon dolgozik. Ott is persze a katalizátora annak Izrael volt, mert az a kislány, akit elfogtak. De az olyan nagyszerű történet. Van egy háború, ahol elviszik Izraelt, oda kerül az a kislány, szól neki, szóval csak ők kellettek ahhoz, hogy az üzenet eljöjjön oda, és ugyanazt a stratégiát alkalmazta, amit alkalmaz most. Szétszórja őket a népek közé, hogy felébressze azt, akinek a szíve oda húzza. És aztán az az ember elbandukolt oda, megkapta az igazságot, és mondta,
hogy ő mostantól csak Elohimet imádja. Ez volt a lényeg a történetnek. Ez a része, amit aláhúztál, ha bennem az agapé szeretet minden törvényt betöltesz, ez a Róma levél 13:10. Igen? Nyilván ismeritek, de hát ő ezt erősen félre magyarázza. Szeretet nem... Annak okáját a törvények betöltése a szeretet. Igen. Tehát ő ezt kiravadja ebből a konstruktusból, és azzal, hogy szeretsz minden törvényt betöltesz. És ez a, hogy a nemzetek jósa által közeledhetnek most már az atyához, akkor valóban te is mondtál pár karaktert, akkor még nem beszéltünk Ráhábról, nem beszéltünk Rútról, aki ráadásul Moábita volt. És tudjuk, hogy ők ellenségei voltak Izraelnek végig. Igen. És akkor én Bálámról is úgy tudom, hogy ő sem tartozott Izrael népéhez. Nem. És ő még proféta is volt áldás, és személyes közössége volt Elohimmel. Igen. Tehát ezek mind akkor így kimaradtak a kutatásból a, nem tudom, 6-8 fordítás plusz több. Ezt elmagyarázhatod röviden, vagy valaki, aki szeretné vállalni. Mert végül is, amiről beszél, hogy annak okáért a törvénynek betöltése, azt szereted, ez így van, csak el kell magyarázni azt, hogy hogy érti Saul ezt azzal szemben, amit állít ez a karakter. A 9-es vers talán, amitől érdemes olvasni, hogy ugye felsorol pár parancsolatot, amit ugye elvileg eltörölte, de mégis itt van a paráznák, hogy ő orosz. Ne orosz, ugye hamis tanúbizonyság, a kívánságok, a probléma, és hogy is lehetne másképp összefoglalni, mint hogy szeresd fele barátodat, hiszen ha ezeket nem követed el, azaz, akkor nem károsítod meg semmiben a te fele barátodat. Uh-huh. Nem? Hiszen nem vetted el a feleségét, nem loptad meg, nem hazudsz neki, és ezért fejezi ki így magát, ami az igazi szeretet, az, hogy békességben, szeretetben egymás mellett élnek ugye a testvérek. Így van. És azt mondja, még itt hozzáteszi, próbáltam kiemelni, hogy ha valami más parancsolat van, szóval ezek szerint van más parancsolat, ezeken kívül heterosz, az azt jelenti, hogy más, amiből jön ez a hetero, heteroszexuális, más. Szóval más parancsolat, ezek szerint nem csak ezekről van szó, hanem más parancsolat, melyik másik. Persze, ők mit fognak mondani erre? Fúvott állat, meg a vér, meg... Hát az az... Na így, na, igen, de akkor az mi az végül is? Minden. Hát amit felsorol ő, hát ők úgy értelmezik, hogy csak az vonatkozik rájuk, amit felsorol az új szövetségben. Ha valamit nem sorol el újra, akkor azt már nem kell csinálni. A probléma az, hogy olyan, mint az angolna, feltételezem az ilyen, hogy akármennyire is próbálod megfogni, nem olyan egyszerű. Mert valahogy mindig úgy tekeredik, hogy kisúszik az ember kezéből, és akkor így próbálod megfogni, de így kimegy. Mint ahogy az ember a halat kapkodja, hogy a rajzszűnbe, hogy így az egyikből a másik kezébe nyomja. Ez így van kitalálva, hogy az ellenség már begyakorolta ezek az évezredek során ezeket a... hogy mit kell, mire, mi a válasz, hogy sosem tudsz győzni a gyakorlatban, hogyha... De a számunkra egyértelmű, hogy arról beszél, hogy annak okáért a törvények betöltése. Ez pleroma. Tehát teljessége technikailag. Tökéletessége, vagy befejezettsége az a szeretet. Nem azt mondja, hogy vége a törvénynek, az betöltötte valaki, annak vége, és most már van a szeretet. Azt mondja, hogy ha valaki teljességre eljuttatja a törvényt, akkor az lesz a szeretet. Érthető? Talán úgy lehetne megfogalmazni, vagy demonstrálni, mint egy koncert, amit ad egy félharmonikus kórus, vagy zenekar, vagy minek hívja. Amiben van több tucat különböző hangszer, és ez a tóra maga. És mikor az egyszerre megszólal, az adja a zenét. És az a szeretet. És az egyes hangszerek külön-külön nem adják ki a zenét, de ha mindet az ember magáévá teszi és jár abban, akkor azt fogja kiadni azt a nagyszerű zenét a végén.
erről beszél Saul, nem arról, hogy eltörölte, ő betöltött, és akkor én, nekem van ez a mágikus kapcsolatom vele, és akkor én csak onnantól kezdve elmondom magamról, hogy én hiszek, és én azáltal betöltöttem. Nem erről beszél. Igen, Jahusha HaMashiach bennünk él, mint ahogy azt ő elmondja, és igen, a Kodesh Ruach az, ami vezet minket. De Jahusha HaMashiach az a maga a Tóra, szóval ő él a szívünkben. Ezt megszólaltatja ezt az egészet a Kodesh Ruach, mint ahogy egy zenekart megszólaltat a karmester, ami összeszedi az egészet, és a produktuma ennek az egésznek lesz a szeretet. Van a Tóra, van a Kodesh Ruach, ami vezényli ezt, és a terméke az a szeretet. Ez összetettebb, mint ahogy ő gondolja, hogy le vannak ragadva szintjén ott, hogy ez van leírva, hogy a törvénynek a betöltése az kész, meg a teljessége, meg a vége, meg mit tudom én. De ettől jobban bele kellene ebbe menni nekik. Szóval, aki szereti fele barátját, az a törvényt betöltötte. Ez az agapé szeretet, amiről ő szól. Mit jelent az, hogy szeresd fele barátodat? Itt mondja el, hogy mit jelent. Ne paráznák, hogy ne ölj, ne lopj, hamis tanúbizonyságot ne szólj és ne kívánj. Itt kezdődik a fele baráti szeretet, mert ugye addig azt mondja, hogy ne legyen más Elohimet, ne csinálj bálánszobrot, a nevére ügyelj, meg a sabátot tartsd meg, és atyád, anyád. És utána jön ez, hogy amiről beszél. Ezek vonatkoznak a fele baráti szeretetre. Az, hogy tisztelj az apádat és anyádat, az egy speciális parancsolat, mert az a szülőkre vonatkozik. De már az is a fele baráti szeretet. Előtte van a sabát, ami egy abszolút különálló dolog, és azelőtt van az a három, ami rá vonatkozik. Így láthatná mindenki, akit vezet a Kodesh Ruach, hogy mi az, amit Jahusha mondani akar. Azt mondja, hogy aki szereti fele barátját, betöltötte a törvényt. Mert ez... És ha valamely más parancsolat van, ami ehhez hasonló, ebben az igében foglaltatik össze, 3 Mózes 19-18, szeresd fele barátodat, mint te magadat. Oké? Így érti ő, hogy nézd, szeretni akarod fele barátodat, vagy? Akkor ezeket ne csináld, ez a szeretet. Nem azt mondja, hogy te érzed belül azt, és az lesz majd automatikusan ez a dolog. Mondhatod szerintem. Hát menjünk a Szent Imre fordításra, szerintem sokkal egyértelműbb. A szeretet nem tesz rosszat az embertársnak. A törvény tökéletes teljesítése, tehát a szeretet. Ja, igen, hát ez egyszerű. Egyszerű, igen. Ez megoldja, és ez egyszerűbbé teszi ezt. És azt mondja, de itt is azt mondja, Sami, egyéb parancs még van. Na mindegy, túl van tárgyalva az egész. Csak gondoltam, aki új itt esetleg is még ezt nem hallotta. Hát, ha profitál belőle. Vagy bárki, aki otthon nem hallotta még ezt ezerszer ezen a csatornán. Menjünk tovább. Mondd! Ez egy jel. A Róma 10:4. Szól a Róma 10:4, mert a törvény vége Mashiach minden hívőnek igazságára. Az, ha Mashiach a Tora, a földre szállt ige, és a Mashiach szó jelentése, magának a névnek a jelentése az a szabadulás, akkor ezt úgy is lehet értelmezni, hogy a Tora vége, a szabadulás, minden igaz hívő. A Mashiach felkentet jelent, az Jahusha lesz. Ja, Jahusha, igen, bocsánat, csak igen, akkor ki kell cserélni a másik. Lehet, mindenki. Akkor ez így azt jelenti, hogy aki a Torát csinálja, az megszabadul, és azok az igaz hívők, nem? De ez a vége is csalóka, tudod, mert... Ez a vége is csalóka, mert ez arról beszél, hogy megvalósulás, meg beteljesülés, és eredmény, vagy kimenetel, valamelyik a cél, vagy a határ. Szóval úgy érti ő ezt, hogy a törvény vége, hogy most csak képzelje el mindenki azt, hogyha azt írták volna, hogy a törvény eredménye.
az Mashiach minden hívőnek az igazságára, vagy a törvénynek a megvalósulása, vagy a beteljesedése. Ez azt jelenti, a telosz az csak azt jelenti, hogy valami kiteljesedik. És valóban a törvény kiteljesedése az Yahusha HaMashiach, vagy persze a megváltás, amiről beszélt Zsolt az előbb. De ahogy én értelmeztem, amit mondott, az, hogy mégis ez van ideírva, hogy elég Yahushát elfogadni, a szívünkbe zárni, és követni így, mi is betöltöttük a törvényt. A baj az, hogy végül is ez így van, nem? Hisz mi erről beszélünk itt már évek óta, hogy ez kéne. De valahogy mégis az ő fejében ez meg tud valósulni, úgyhogy mégsem kell a törvényhez igazítani magad. És még én azt is megértem, hogy... illetve nem azt, hogy megértem, hanem ez tényleg úgy van, hogy akit vezet a Kódás Ruach, az tudni fogja belül, hogy mi az, ami helyes, meg mi az, ami nem. Viszont talán erre is van egy nagyszerű példa, az pedig az, hogy bármilyen szakember egy bizonyos idő után, ha szembe találja magát egy olyan dologgal, amivel még sosem találkozott, akkor az addigi tapasztalatai alapján ki tudja találni, hogy mi a megoldás. Van egy ilyen intuíció az emberben, meg összerakja csak egyszerűen a sok mindenből, ami volt. Valahogy így van a Ruach is, hogy meg kell tanulnom mindazt, ami le van írva, meg el kell olvasgatnom, de hogy van a gyakorlati megvalósítása annak, azt majd, arra majd elsegít a Kódás Ruach, ha érthető, hogy mi ez. Mint ahogy egy mester, mikor dolgozik, kitalálja, hogy mindaz, amit tanult az iskolában, a gyakorlatban hogy kell használni, mert a gyakorlat oly sokszor más, mint amit megtanulsz. És ez az, amiben segít a kodásról, hogy kell alkalmazni azt, hogy ne kívánj, vagy ne lopj, vagy ne tégy hamis tanúbizonyságot, meg ezek a dolgok. És de attól függetlenül még azt szeretném végsősorban mondani, hogy valamit ismernünk kell, valamit nekünk kell aktívan tanulmányozni ahhoz, hogy legyen miből egyáltalán a Ruachnak válogatni, hogy valamit meg tudjon mutatni. Ha sose olvasom azt, ami le van írva, hogy mi a törvény, akkor azt nem várhatom, hogy csak ülök otthon, és akkor belemegy a fejembe, és majd egy ilyen automata leszek, ami csinálja ezt magától. Igen? Mehet? Nem. Aha, sikerült. Ez a elég Jézust elfogadni, szívünkbe zárni, ez olyan, mint hogy csak egy döntés lenne, amiről ők beszélnek. Egy esemény. Hogy igen, meg hogy ő eldönti, hogy ő elfogadja, és onnantól kezdve kész. És amikor Lórán mondta azt, hogy az idős ember mindig mondta, hogy csak gondolj arra, hogy meghalt érted a kereszten. Az jutott eszembe, amikor vannak ezek a hittérítő brigádok, akik oda jönnek, hogy ugyanezzel a szöveggel, hogy fogadd el az ő áldozatát, és hogy mi lenne, ha valaki azt mondaná, hogy rendben. Akkor onnantól kezdve igazából megvan, akkor nyertünk még egy embert. Ő is elfogadta, és akkor így működik ez, hogy ha te eldöntöd, mert ez igazából azt jelenti, hogy így van. Ez a parkolós beszélgetés az, ami ennek az iskola példája, ami ott volt Marcaliban, amit felvettem. Az fura ez volt. Én mindig azt mondtam, hogy jól értem akkor, hogy ha én elmondom azt, hogy én hiszek benne, akkor az már kész, vége, nyel. És igen, az egy extrém vége ennek az egésznek. Nem tudom, hogy mennyi ember van, aki úgy hisz, ahogy az az ember, vagy egyáltalán ő hisze valahogy, de hogy hány ember van a világon, aki azt mondja, hogy bár hát rengeteg kell, hogy legyen, mert ezt ők alkalmazzák, nem, hogy elmondom ezt az imát, aztán én utána sínem vagyok. Szóval relatíve sok ember van. Utána magyarázgatják ezt különböző módon, hogy de utána így kell élned, meg úgy kell élned. De attól függetlenül még, de szóval minden nem lehet. Ha egyszer azt mondom az emberek, hogy nézd, te elmondtad ezt az imát, és onnantól kezdve te ott vagy, neked ez megvan, akkor minek magyarázzam neki, hogy de még azért így is kell élned? És én, amit mondasz most, én ezt mondtam nekik mindig. Mondom, nézze, tegyük fel, hogy ide jön, és én azt mondom, hogy rendben.
Én ezt elfogadom. Mit csinálja? Mi a következő lépés? Mi az, amit nekem a gyakorlatban csinálnom kell? És az már egy bonyodalmasabb dolog, mert akkor már az jön, hogy gyere el a gyülekezetbe. Gyere el oda, és majd ott megtanítja XY meg Z, aki ott tanít. És én nem azt akarom mondani, hogy jó, most az a lényeg, hogy pénzt csiholjanak ki az emberbe, mert ez másodlagos. Hanem az, hogy majd ott elmondják neked ezt a maszlakot, amit mi vannak hívunk, hogy ez valami. Oké? Okay? Lehet, hogy csak visszakanyarodok egy lépést, ez nekem is problémát okozott a Róma 10-4-nek a megértése. Mert a törvény vége a másiak, minden hívenek igazság elő, viszont a görögnek van egy olyan sajátossága, hogy az a honomos szó azt is jelenti, hogy a mózesi törvény írott formája. Tehát, amit Róma 10-4-nél, ha rámenjünk a törvény szóra, igen, ott látjuk, hogy a mózesi törvény írott formája. Tehát sokkal egyértelmű az írás akkor, hogy mert a törvény írott formájának vége a másiak. Mivel addig csak olvasni lehetett. Utána olyan, mint valaki elolvas egy könyvet, de most már meg lehet nézni a tévébe is. Igen. Tehát utána ott ment előttük maga a törvény. Igen. Még kereszt bemerítő János is azt mondta, hogy engedj most, mert így illik nekünk minden írásokat betölteni. Hát ott volt, ezért mikor keresztel János kérdezte, hogy te vagy a eljövendő, vagy mást várjunk. Nézd, a sánták járnak, a vakuk látnak, és az egész világon az evangélium hirdettetik. Így van. Ez Máté 3.15, ha valaki megjegyzi, a másik meg 5.15 az a legendás, amit annyiszor néztünk már. Ezek a... Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvények, profiták, ez a két betöltsem, ez egymástól két fejezetnyire van szó. Szóval, hogyha valaki akarja bizonygatni ezt valakinek, akkor az egyik betöltenünk, az 3.15, a másik, meg két fejezete később ugyanott lesz, és akkor így a kettőt össze lehet majd hasonlítani. Mert... Ez a Róma 10.4-hez szeretnék én is hozzászólni. Ütköztem én az adventistákkal egyszer egy platformon, hogy valami kérdést tettem fel a Máté 5. fejezetéből, kiemelve a 17-es, 18-as verseket. És egy teológus, vagy feltételezem lelki pásztor, vagy nem tudom ki volt, ő rögtön a 4-es Róma 10.4-et idézte, hogy igen, de a törvény vége az Krisztus. Hamásiák minden hívőnek igazságára. Úgyhogy a komment, amit hozzáfűzött, az az volt, hogy ez azt jelenti, hogy ezután az Atya nem úgy néz a te életedre, mint hogy te vagy, hanem behelyettesíti a te életedbe Hamásiákot, és őt teszi mérlegre helyetted. Tehát az ő élete az, hogyha te elfogadod hittel őt, ezért nem a te életedet fogja mérlegre tenni, hanem az övét. Ezért te élhetsz akárhogy, mert az ő élete az van mérlegen. Igen. Ugye én akkor sajátosan úgy próbáltam ezt értelmezni, hogy elolvastam a második szöveget is, a második ige helyet is, és a harmadikat is, harmadik verset, a második és a harmadik verset. Mert bizonyságot teszek felőlük, hogy Elohim iránt való buzgóság van bennük, de nem megismerés szerint. Ez azt jelenti, hogy valami nem jó forrásból ismerték meg az Elohimet. És feltételezem, hogy nem a bölcsesség, nem a Torából való megismerés volt ez a buzgóság, nem onnan fakadt. És a hármas elmondja, hogy ezért az a produktum, ami lett, az egy falcs, vagy helytelen produktum lett, mint ember. Mert Elohim igazságát
nem ismervén és azért tulajdon igazságokat igyekezvén érvényesíteni, tehát egészen más dolgot próbáltak érvényesíteni, mint ami Elohimnek az igazsága, ami felelhető az ő szavában, az ő igéjében. Én így értelmeztem. Ezért Elohim igazságának nem engedelmeskedtek. Pedig a törvény célja az lenne, hogy olyan életeket hozzon létre, vagy olyan egyéneket, mint amilyen Hamásiák volt. Tehát, hogyha te az ötödik vers már írja is, hogy mert Mosé a törvényből való igazságról írja, hogy aki azokat cselekszi, él azok által. Tehát én a négyest semmiképpen nem tudom úgy értelmezni azzal az absztrakt, vagy elvont gondolkodással, ahogy leírta az az illető, hanem így, hogy elmondja nekünk ez a rész, hogy ha nem a bölcsesség által, ha nem a bölcsességből, nem az ő szavából, igéből meríted a megismerést, akkor a produktum az egészen más lesz. Pedig a törvény célja, vagy vége, törvény célja az az, hogy olyan személyeket hozzon létre, mint amilyen Hamásiák volt. Nagyon jó. Igen, ez is nagyszerű, de ez lehet, hogy így jobban megértem, amit, bár én értettem azt hiszem eddig, és ez csak így valahogy most valaki végre kimondta nekem, mert én ezt rengetegszer hallottam, ezt a teóriát, amiről most beszéltél, hogy már nem minket, végtelen teória van, amúgy ha valaki foglalkozik a kereszténység, akkor rá fog jönni, hogy ilyen teóriák, mint ez is, ebből végtelen létezik. De hogy is ne lenne, hisz 66 könyv, elég összetett olvasmány, meg ráadásul még egybefonódnak végtelen pontokon ezek a különböző versek, tehát hogyha valaki csak időt szán rá, akkor annyi ilyen hazug elméletet tud kitalálni, amennyire csak építője van, de az egyik ezek közül ez, hogy amit mondott most, és nem az ő életét fogja megítélni helyettünk, hanem minket fog megítélni magunk helyett, csak a büntetést ő fog elvállalni. A büntetés helyén lesz ő, nem az ítélet helyén. Az ítélet helyén mi leszünk, és majd ott fogja mérleg leállítani azt, amit csináltunk életünk során, ahhoz képest, amit mondtunk, meg ami a szívünkben volt, meg amit megmutatott. És az alapján, ha elfogadhatónak minősít minket, akkor az ítélet helyén csak egyszerűen azt mondja, hogy nagyszerű, ő már elszenvedte az ítéletet, amit kapnál, úgyhogy viszlát, menjél tovább, és akkor ez elégséges. De nem úgy, hogy ő állott helyettünk, és én csinálok, amit csak akarok, mert úgyis mindegy, hisz mindenki helyett az egy fog ott állni majd az ítéletkor. Az ítéletkor mi állunk oda? Itt van egy erre, te pedig miért kárhoztatod te atyád, fiát? Ráadásul ez a római levél, ami a keresztény függetlenségén nyilatkozott. Illetve az a Galatákhoz, azt hiszem, de az a lényeg, hogy te miért kárhoztatod te atyád, fiát, vagy te is miért veted meg a te atyád, fiát? Hiszen mindnyájan odaállunk majd másik ítélőszék elé. Itt egyáltalán nem arról beszél, amiről ő, hogy... Vagy amiről beszélt Lorán, de ő talán pont ezt nem is írja, vagy írja? Nem, de amit Lorán mondott, hogy majd ő áll ott helyettünk. Itt úgy tűnik, hogy nem, hogy ő áll ott helyettünk, hanem hogy ő nem is azon az oldalon lesz, ahol mi. Hanem pont, hogy a másik oldalon lesz. Ő lesz az, aki... És teljesen kézenfekvő, hogy ő lesz, azt hiszi, ő az a szó. Ki már... Érthető? Úgyhogy... Átvitt értelemben is ő lesz az, aki megítél, de mivel ő egy létező személy is, mint szó, ezért ő lesz az a személy is, aki megítél. De ki is lehetne jobb, mint a szó? És ki az, aki jobban tudja, Jahuán kívül, hogy mi az, amit mérlegre kell állítani, mint maga az a szó? Hogy ez hogy működik, az lehet, hogy túlmegy a mi agykapacitásunkon, hogy felfogjuk, hogy lehetséges ez, de a lényeg az, hogy értve, amit értünk, csak ezt,
erről nincs olyan szó, hogy majd helyettünk valaki más lesz az ítélőszék előtt, sőt, aztán ezt elmondja még egyszer. Azt mondja, hogy ki megjutalmaztassék azt szerint, amiket te testben cselekedett, 2 Korintus 5:10, vagy jót, vagy gonoszt, mert nekünk minnyájunknak meg kell jelennünk Masiach ítélőszéke előtt. Minnyájunknak. Azt mondta, hogy még neki is. Azt mondja, hogy minnyájunknak, ami belefoglalja őt magát is. Ezek szerint csak lesz egy ítélőszék, ami megítél mindenkit. És Jehusa HaMashiach lesz az, aki azon ülni fog. Nem tudom, hogy ez milyen fényt fog rávetni ezek a mondatok itt, meg az egész eddigi. De hogyha ő tudja azt, hogy Jehusa HaMashiach a szó, és ilyen messzire hajlandó elmenni azért, hogy meggyőzön embereket arról, hogy ezt már nekünk nem kell figyelembe venni, akkor kétlem, hogy az a szó, mikor ezt az ítéletet meg fogja hozni, túlságosan el lesz ragadtatva ettől. És még aztán fokozódik a probléma, mert azt mondja, hogy aminek megint csak nincs értelmes logikailag, az emberi törvénykezés által való megigazulás a zsidóknak szólt. Csak mindenki gondolkozzon el ezzel egy kicsit, hogy mi az, ami le van írva. Elolvasom még egyszer. Az emberi törvénykezés által való megigazulás a zsidóknak szólt. Ilyen nem is ilyen nincs is. Ilyen nem lehetett. Soha senki nem állította azt, hogy emberi törvénykezés által meg lehet igazolni. És ő az, aki ezt mondja. Világos? Ő az, aki ezt írja, hogy szerinte emberi törvénykezés által igazoltak meg a zsidók. Ez csak vagy nem érti, amit olvas semmit, vagy rosszul fejezi ki magát. De majd ezen hát, ha elgondolkozik, ha átrágja magát ezeken a videókon, és eljut ide a végére, és meglátja, hogy ezek mekkora furcsa dolgok, amiket írt itt most. Ezzel az élen. Ugyanis ő azt akarja mondani ezáltal, hogy a Tóra tartása az emberi törvénykezés, miközben az Jahóval szava, az ő kijelentés az emberiség számára, ami örökre megvan a mennyben, ahogy Zsoltárok 119 írja. Hogy a te Tórád örökké megvan írva a mennyben. És ő erre azt mondja, hogy az emberi törvénykezés, és még az emberi törvénykezés által szerinte még meg is lehetett igazolni. Nem tudom. A pogányoknak nem volt lehetősége Elohimhez jönni. Ezt tudjuk, hogy volt elég durván ráadásul. Hát. Akkor végül is ez olyan, mint hogyha most azzal, hogy befizetem a számlákat, meg követem, mint a törvényt, mert ugye az egy állami forma volt ott, hogy a Torát követték az emberek. Uh-huh. Akkor itt lehetne igazolni azzal az ő logikája szerint. Hogyha most mi visszamennénk az időbe, vagy még az a korszak lenne, ami akkor volt, akkor hogyha megbüntetnek és befizetem a parkolás bírságomat, befizetem az adókat, meg ezeket betartom, mint ezeket a törvényeket, amit az állam hozott, akkor igazulok. Uh-huh. Azt mondja. Mert így lecsonkította az egészet, lesarkosította a jó értem. Hát csak abban még benne van ez, hogy emberi, az a baj. Abban még benne van, szóval az még nem elég, hogy azt mondta, amit most mondtál, hanem még ehhez hozzá van téve ez is, hogy, és így ettől olyan értelmetlen az egész. De így van, ő ezt mondja, hogy régen csak csinálni kellett, az kész, és te ott voltál, és én nem voltál, és neked nem is kellett hinni, miközben oly sokszor elmondta, hogy meg már elolva vég nélkül ezt az 1 Sámuel 15-20-ot elolvastuk, mikor Élinek mondta, hogy az volt a baja vele, hogy többre tartottad a fiaidat, mint Jahvé szavát, hogy ezt mondta Izraelnek oly sokszor, hogy gyűlölöm az ünnepeiteket, az áldozatokat, hogy majd körülmetélem a szívet, hogy bárcsak csinálnád azt, amit akarok teljes szívből. Szóval sose akarta ő azt, hogy valaki csak mint egy droid csinálja ezt az egész. Jézussal ez megváltozott, ez nem Jézussal változott meg. Az út mindig is ugyanez volt. Csináld azt, amit le van írva, teljes szívből, teljes ruhából, teljes erőből, teljes elméből. Ez mindig ugyanazt jelentette. Csináld azt, amit ő
amit én akarok, és ráadásul még szeresd is. Oké. Azt hiszem, az is a római levélben van, amikor arról beszél Saul, hogy a törvény ruhákbeli, de én testi vagyok. Ez rómaiakhoz 14. Igen. Tehát ezzel pont azt, amit ő írt, ez teljesen el van másra szerintem. Így van. Beszéltünk erről az elmondott egy mondatról és annak egy örök élettel való elégségéről. Ez a Róma 10:9, amivel egyszerűvé vált az üdvösség. Igen. Egészen a 11-es versig. Mert ha te szálltál a vallást cseszel Jehusa a másiakról, és szívedben hiszed, hogy az Elohim feltámasztott őt a halálból, megtartató. Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk vallást az üdvösségre, mert azt mondja az írás, valaki hisző benne, meg nem szégyenül. Így van, ez Ézsaiás, ez az idézet. Mindjárt megpróbálom ide barázsolni. Ézsaiás, ez 28:16. Ezért így szólja Jehova Elohim, íme Ciomban egy követ tettem le, egy próbakövet, drága szegelet követ, erős alapa, aki hisz, az nem fut. Ez ahonnan ő ezt az idézetet szerezte, és aztán Zsoltárok 25 szerintem a szó szerinti része, hogy senki se szégyenülne meg, aki téged vár, szégyenüljek meg, akik ok nélkül elpártanak tőled. Visszatérve ide, 10 mennyi volt? 10:9? Igen. 10:9. Ja, hogy ez még folytatódik innen tovább. A lényeg az, amit, hogy ez így volt már. Hogy ez nem valami olyan dolog, ami eljött, hisz ez már az írás megmondta régen, ez már így volt régen is. Kíváncsi lennék azoknak a véleményére, akik olvassák ezt, akik végignézik ezt az egész sorozatot. És azt hiszik, az írója, vagy szerzője ennek a valaminek, hogy vajon változik belül valami, mikor így az ember hallja azt, hogy ami le van írva, az írás tükrében, meg mindenféle logikai próbáknak a keresztüzében ez az egész csak egy ilyen gyermeteg tákolmány lesz, ami a hazugság, ami így elemeire hullik, amiben és ezért mondta azt, hogy megtudjátok az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket, mert sőt, még jobbat mutatok, és így tehát, hogyha végignézi ezt valaki, akkor láthatja azt, hogy mennyire úgy van, ahogy ő azt elmondta nekünk, Jehova ez. Hogy meddig lesz ez a hazugságot profétáló proféták szívében, akik az ő szívük csalárságát profétálják, mint ő. Akik el akarják az én népemmel felejtetni az én nevemet az ő álmaikkal, amelyeket egymásnak beszélnek. Az ő álmaikkal, ezekkel a fikciókkal, amiket egymásnak tanítanak, meg beszélnek. Miképpen az ő atyáik elfeledkeztek az én nevemről Bálé. A proféta, aki álomlátó, beszéljen álmot, aki pedig az... A proféta, aki álomlátó, beszéljen álmot, akinél pedig az én igény van, beszélje az én igémet igazán. Miközben van a polyvának a búzával. Ez az, amire felszólít minket, és ez az, ami történt itt 5 vagy 10 órán keresztül, hogy mennyi hosszú lett ez az egész. Hogy aki álmodozik, mint ez az ember, az csak hagyjad, hogy álmodozzon. Akinél pedig az én igém van, az beszéljen az én igémet, hisz miközben van ennek a kettőnek egymáshoz. De ez a nagyszerű az egészbe itt. Nem olyan-e az én igém, mint a tűz, mint a sziklazózó pöröly, és szerintem ezt nehéz értelmezni másként, mint ami történt ez alatt a videó sorozat alatt, hogy mikor ezt aláteszed ennek a vizsgálatnak, az valóban olyan, mint a tűz,
ami megpróbálja, és mint ez a sziklazózó pöröly, aminek lehetetlen ellenállni, mert a hazugság, mikor azt mondja Lukács, az, ha jól emlékszem, Lukács 8, valahol, mert nincs olyan titok, amely nyilvánvalóvá ne lenne, és nincs olyan rejtett dolog, mely ki ne tudodnék, és világosságra ne jönne. Szóval a hazugságban az a lényeg, amit ő is képvisel itt, akarva, akaratlanul, hogy az igazság az felszínre hozza, mert csak egyszerűen túlságosan felsőbbrendű. Hazudni lehet egy ideig, de az csak addig tart, amíg az ember igazán, míg nem jön valaki, aki tudja, aki érti, akivel ott van Jahua, és utána vége annak. És ezek lennénk mi. És ezért olyan nagy a kontraszt aközt, ami le van írva, itt, amit ő írt, meg aközt, ami van. Mert az igazságot lehetetlen megállítani, vagy legyőzni hazugsággal. Nem lehet olyan komplex hazugságot összehozni, amely ellenállna az igazság próbájának. Hisz valahol úgy is van rés azon a pajzson egy szinten. Az, hogy ez csak egy ennyire egyszerű valami, az lehet, hogy csak nekünk tűnik úgy. Hiszen mi birtokában vagyunk ennek az értelemnek. És nem azért, mert mi jobbak vagyunk, mint ő, hanem mert az atya így döntött. Szóval, ha valaki birtokában van az értelemnek, akkor az látja, hogy ez milyen gyermetek dolog. De aki nincs, az leírja ezt, és elhiszi, és magyarázza másnak. De ezt lehet, hogy érdemes megjegyezni, ezt az idézetet. Mert ez a videó sorozat ezt demonstrálja. Hogy az igazságot azt nem lehet megállítani, hanem az ilyen hazugságokat, mint ez, csak egyszerűen átgázol rajta. És hogyha több időt szántunk volna rá, akkor még megsemmisítőbb lett volna ez az egész. Mert végtelen verset lehetett volna alátámasztásul előhívni, hogy minden egyes mondatra, hogy egyik se úgy van, hogy ez az egész egy fikció, amiről ő beszél. Olyan értelemben, ahogy ő felhasználja azokat. Még akár az igazságokat is, amiket leír, mint itt. Úgyhogy én csak hálát adok Jahuának azért, hogy mi ebben a pozícióban találtuk magunkat ilyen késői időben, hogy ez a pörő épp a mi kezünkben akadt meg teljesen érdemtelenül. Mindenkinek lehetősége van hozzá menni az ő áldozata miatt, hogy a Bibliában milyen néven látjuk, ez teljesen mindegy. Az mindegy, hogy a Bibliában milyen néven látjuk, csak az nem mindegy, hogy mi milyen néven szólunk hozzá. De azt nem tudjuk befolyásolni, hogy a Bibliában milyen néven van, ezért hát mindegy. De az nem mindegy, hogy én hogy szólok hozzá. És ez meg egy különösen egy olyan kijelentés, amiről rengeteget lehetne beszélni, ezért van 25 videó róla. Úgyhogy ezzel már nem is húzom az időt, már ezzel nem is fárasztanám ezt a sziklazúzó pörölyt, mert ez csak már a halálig kiveséztük, úgyhogy én érdeklődésre várom a következő szett ilyen levelet, de egy időre lehet, hogy ebből elég volt.